Kiemelkedő eredményt értek el a Nagymányok Ilőegylet színeiben induló versenyzők a Szászváron rendezett gyorspontversenyen. A 8 megszerzett éremhez a férfi és a női versenyzők is egyaránt hozzájárultak. Kár Béla, Nagymányok polgármestere elmondta, az utóbbi években még soha nem zártak ilyen eredményes versenyt. Egyébként az Európa-bajnokságon is lesz képviselője az egyesületnek, méghozzá Ördög Attila személyében, aki Steel Challenge kategóriában számít éremesélyesnek. Kiemelném a Domokos Csengét, ő most nem tud itt lenni velünk, mert dolgozik, de ő a Lady kategóriába aranyérmet lőtt, és nagyon büszke vagyok rá, mert nálunk kezdett. Boris Zoli lőtt még aranyérmet, a saját kategóriában nyilván. A Foglüzinger István szuper-szenyor kategóriába második helyet, a Bélafi Dávid szenyor kategóriába második helyet, és akkor van még 4 bronzunk, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy eredményes hétvége volt. A verseny során 15 lövést kell leadni 3 különböző lőlapra, melyre körönként 20 másodperc áll rendelkezésre. A legtöbb találati pontot elért versenyző nyeri a bajnokságot, pont egyenlőség esetén a legnagyobb értékű körök találati száma rangsorol. Kiskaliberi pisztoly nyílt irányzékba, nagykaliberi pisztoly nyílt irányzékba és a kis puska optikában indultam, ezek voltak a fő számaim, és sikerült azért egy első, meg egy második, meg egy harmadik helyet elhozni. Zoli következő versenyére 2 hét múlva kerül sor, melyen pisztollyal fog a lőállásba állni.